engedjék meg, hogy mindenkit sok szeretettel köszöntsök. Ez a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár első közös intézményként megrendezett konferenciája, még levéltárként pályáztunk, és az volt a cél, hogy mindazt a tartalmat, mindazt a kiállítást és kutatást, amit a 70. évforduló nem mondom, hogy okozott, hanem talán egy kicsit katalizál, azt megpróbáljuk valamiféle közös lezárással, egy közös értékeléssel áttekinteni. Ez nem lesz teljes, ez az áttekintés. Nagyon sok olyan remek kutatási program és remek kiállítás van most is látható országszerte, amiről most nem fogunk hírt kapni, hiszen ez egy egynapos konferencia, és hála Istennek sokkal több említésre érdemes esemény történik jelenleg az országban, mint amennyit egy nap alatt el tudunk mondani, ami alapvetően egy jó hír és egy feladat nekünk, mert hiszen akkor ezt folytatnunk kell majd, ezt a konferenciasorozatot folytatnunk kell, és folyamatosan beszélgetnünk kell arról, hogy hogyan lehet tovább haladni, és hogy hogyan lehetnek ezek a kiállítások és ezek a megemlékezések egyre jobbak. Ezt a konferenciát többen szerveztük, nem csak a levéltár szervezte, nekünk van az a lehetőségünk, hogy helyet adjunk ennek a konferenciának ebben a teremben, de nem csak mi rendeztük, hanem a Tiszafüredi Menóra Alapítvánnyal együtt rendeztük, és az Orzse is pályázott ezügyben, és ezért engedjék meg, hogy megköszönjem azt a munkát, amit ennek a konferenciának a létrehozásában, a szakmai program összeállításában Orbán és Szegő Ágnes, Szentóné Balázs, Elit és Gyekicki András végzett, és én most át is adom a szót egy rövid időre Gyekicki Andrásnak, aki ennek a konferenciának a atyamestere. Jó napot kívánok! 2013 őszén azzal a szándékkal kezdtük el pályázni egy konferencia szervezésére, hogy valamilyen módon módszertani segítséget nyújtsunk, már hogy a Zsidó Múzeum és Levéltár mindazok számára, akik a településükön a 70 éves évforduló alkalmából valamilyen kiállítást, megmozdulást, eseményt kívánnak szervezni. Az ötletből akkor nem sok minden lett, azok a pályázati pénzek csak idén második fél évben értek el a levéltárba, úgyhogy most már nem egy ilyen proaktív, előre menő segítségnyújtásként bonyolítjuk le ezt a konferenciát, hanem egy ilyen számvetést is lehet tartani abból a tekintetből, hogy az évfordulós év mire adott lehetőséget. Azt gondolom, hogy egy szerencsés megoldás az, hogy kutatás és kiállítás módszertani konferenciát szervezünk, mert a Komoróczi Géza nagyívű és hogy mondjam, alatta az asztal is beszakad, ahogy szokták mondani a jelentős könyvekről. Munkája után, ugye a zsidók története Magyarországon, a szerző szándékai szerint is itt az ideje, hogy a zsidók helytörténete Magyarországon is elérjen egy intenzív szakaszba. Nagyon-nagyon sok településről kiváló monográfiák készültek, remek összefoglalások, de úgy véljük, hogy még nagyon sok feltáratlan és végigkutatatlan terület van. Nem szólva arról, hogy a kiállítások létrehozását lehetővé tevő szándékok, akaratok, késztetések is ebben az évben hallatlan, úgy mondjam, buzgalomra engedtek törekedni, vagy hallatlan nagy buzgalmat lehetett tapasztalni, és nagyon sokféle kiállítás volt. Most ezekből a kiállításokból párat fogunk itt elmondani, nem a kiállítások tartalmát, hanem főképpen azt, hogy milyen szándékok vezérelték a kiállítások létrehozóit, milyen módon gyűjtötték össze, szelektálták a kiállítás anyagát, milyen formában prezentáltak, és milyen módon
törekedtek arra, hogy az a kiállítás ne egy holtanyag legyen, hanem a befogadás is megfelelő módon történjen meg. Azt gondolom, hogy ennek az évnek a tanúsága így decemberben összefoglalható abban, hogy ez egy heroikus erőfeszítés volt annak érdekében, hogy a 70 évvel ezelőtt a vidéki zsidóság tragédiája az a magyarság, a magyar nemzet tragédiájaként, és ne egy népcsoport belső ügyeként éljen ennek a nemzetnek a tudatában. Hogy ez a heroikus erőfeszítés milyen sikerrel járt, illetve mi mindent lehetne ez még hozzátenni, erről fog szólni a mai előadás.